Nazdanis tuccok a videósboltnál. Link a leírásban. Ja, és köszi, ha vesztek. Na sziasztok mindenki, itt van velünk Ádi. Sziasztok! Egy kicsit fúj a szél, de kijöttünk focizni. Megtanítom egy-két cserre az Ádikát, meg megpróbálunk minél többet dekázni. Igen, vettem nekik egy focilabdát műbőr, ugye? Az apa is vett. Apa is vett, műbőr, igaz, de... De legalább lehet vele játszani. Így van, a célnak megfelel. Nem, mi azt tudjuk. Szoktuk. Hogy így szoktuk? És így. Ó, de kemények vagytok. Világkörrel kezdünk, amit meg fogunk tanítani az Ádikának. Tudom. Már tudod? Jó, van, először megmutatja a Batyi, hogy hol, nem így. Először így fel kell venni, de ha kézzel rakod rá, az se baj. Hú, de remeg a lábom. És csinálsz egy ilyet. Az a jó, hogyha dekázásból tudod megcsinálni, de először így elég, ha ennyit csinálsz, és akkor így megcsinálod. Na próbáljuk is meg, ráteszem a cipődre. Na, várjál, először meg kell tartani kicsikét. Így próbáld meg így ide szorítani, jó? Szoríts fél a lábfejedet. Nem tudom. Nem tudod? Na mindegy, egyensúlyozz akkor. Oké? Okay. Oj, azaz! Ügyesen jó! Gyerünk, Göcsi, azaz! Na, jó, akkor először ezt kell sokáig gyakorolni. Figyeljétek! Azta! Most dekázni fogunk. Kíváncsi vagyok, Ádikám, hogy te mennyit tudsz dekázni. Gyerekek, az iskolában megcsináltam 30-at. Tényleg? Jaj! Na, kezdjük úgy, hogy lépcsőzünk. Először egyet kell megcsinálni neked, utána nekem egyet, utána kettőt, és így megyünk tovább, jó? Mehet. Egy! Hát ez könnyű volt, ugye? Egy! Most eljössz kettőbe. De már a fejelti volna, az még jó lett volna! Egy! Kettő! Ádikát tapsoljuk meg! Ügyes vagy! Én jövök kettővel. Gyerekek, gyorsan, addig bekötöm. Egy, kettő, te jössz! Fejje is kezdheted meg, térde is, bárhogy, ahogy csak szed. Jó lesz az! Jó lesz az! Egy, kettő, még egyet, nem baj, meg kell próbálni még egyszer. Gyerünk, egy, kettő fejes, ezt a nézők nem hiszem, hogy látták. Most fogod megcsinálni. Egy, nem baj, még egyszer. Egy, kettő, három, óriási taps az Árikának. Kettő, három, négy, nekem négyet kell neked. Egy! Hú-hú! Most próbáljunk olyat, ügyes voltál, öcsikém, hogy megpróbálod levegőbe tartjuk a labdát. Jó? Ide passzolod, én visszapasszolom. Jó? Egy! Jó! A Batyi rontotta el! Fú, bocsánat! Nem baj. Jó, itt mi a tosz? Most meg én rontottam. Nem baj. Megpróbálunk fejelgetni is? Igen. Jó, megpróbálunk fejelgetni. Figyelj! Egy! De jó megy! Ez már jó, mert öcsi. Még egyet. Egy. Jaj, próbáld meg magasabbra. Ezek túl magas lesz. Megtanítom a Ronaldinho cselt, jó? Megtanítom a Ronaldinho cselt, állj ide először szembe velem. Hát te már tudod! Annyi a lényeg, hogy szembe áll veled az ember, és egy ilyet kell csinálni gyorsan. Így. Jó? Most lehet kifele is kezdeni, meg lehet befele is. Tetszett így a lábod? Mert állott a védő. És beijeszted arra, és hirtelen így elrúgod a lába között, jó? Próbáld meg te is. Nem úgy kicsi. Nem fő. Úgy, elhúzod jobbra, és utána hirtelen vissza balra. Az lesz az. Csak figyelj, ne fölülről kezd elhozni, hanem így. Jó? Jó. Próbáld meg még egyszer. Mekkora kötél! Amúgy elmondom nektek, gyerekek, hát ugye látszik rajta, hogy most már nem vagyok egy sportember, mert abba hagytam egy kicsit a sportot, de megyei bajnokságban játszottam egy évet, egy picit tudok focizni, de nem annyira megy sajnos. Köszönöm szépen az Ádikának, hogy velem volt, mostanában egyre több focis videó várható, majd megcsináljuk a kapukat. Ha tetszett az a videó, mit csináljanak? Lájkoljátok, igen, és iratkozzatok fel, hogy legyen sok focis videó, és reméljük, hogy a szél nem nagyon zúgott bele, de ha igen, akkor bocsánatot kérünk. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót.
és az Ádika most megmutat egy biciklit, és tegnap bácsolmáson rengetegen voltak a közönség találkozó. És tegnap előzettük a biciklit. Igen, és kaptam sok levelet meg édességet, ezt most a videó végén felolvasom. Köszi szépen! Ezt vettük? Igen. Jó van. Tudsz vele? Igen, az az Ákosé. Tudsz vele menni? Tudok. Na, tegnap ugye a bácsolmási közönség találkozón nagyon sokan voltak, Ádika is dedikált, meg képet is csináltak velünk, és kaptunk nagyon sok ajándékot, meg levelet, ezeket fogjuk a videó végén megnézni. Csokoládé, csoki nyuszi, még csoki nyuszi, és itt egy vers, meg vagy levél, meg fogjuk nézni, azt mondták, hogy felolvashatjuk. Na, Dalinak, Ákosnak és Álinak sok szeretettel Lénától. Mi attosz? Te vagy a legjobb videós, gratulálok a 100 000 feliratkozóhoz. Nagyon kedves, lelkiismeretes ember vagy, és nagyon szeretem benned, hogy az öcséidet úgy neveled, mintha az apukájuk lennél. Nagyon cukik az öcséid. Kedvenc videóm tőled a Battlefield, nagyon kedves, aranyos és megértő ember vagy. Köszönöm szépen. Szeretem benned, hogy szereted a gyerekeket és a társaságukat. Te vagy a legjobb videós, soha ne hagyd abba, Léna. Köszönjük szépen, Léna. A másik csomag is tele van édességgel, boci csokító kezdve minden. Hú, tessék, gumicukor is. Azt, ezt nézd, mekkora nyuszi, ez biztos, hogy a Batyié. Nem. Nem? Azt. Jó van, elfelezzük. Van benne, meg perccukor, minden van benne. Ezt most nem veszem ki, tegyük vissza, öcsi. És kaptunk 3 levelet is még. Ezt fogjuk most felolvasni. Így foci után egy kicsit kifáradtam, te nem? De! Le vagyok itt. Tényleg? Én is egy picit. Nasz Dani, az van ráírva, szépen be van borítékova, de borítékot még mindig nem tudok bontani. Én borítékot még tudok. Na. Szia Dani! Mióta elkezdte a videózást, azóta te vagy a kedvencem. Örülök, hogy ma bácsalmásra jössz, és ma végre találkozhatok veled. Szeretettel, Holka Bence. Köszi szépen, Bence! Nagyon aranyos vagy, hogy ott voltál, köszönöm szépen. Következő. Ez is egy kis borítékban van benne. Szia Dani! Csak annyit üzennék, hogy te vagy a kedvenc videósom, mivel jön a tavasz, várjuk a focis videókat. Na, hát látod, pont most volt focis videó. Üdv Schaffer Máté! Írok neked egy pár viccet. Hogy hívják az ablakon kinéző lovat? Kukkoló. Két rendőr beszélget a várnál. Én kérek egy séket. Jó, akkor én egy asztalt. Azt a rohadt, de rossz. Miért teszi meg a rendőr a lottószelvényt? Mert rá van írva, hogy eheti. Igen, ezt ismertem. Köszönöm szépen. Következő, csikém, ez egy rajz lesz, vagy ez is rá van írva? Na hát itt vagyok én. Hercegnő. Azt, ez nagyon régi kép. Tudom, hogy nem lett szép. Help me, kill me, please. Váj, ő. Hercegnő. Nincs orrom. Köszönöm szépen. Légy szíves, következő olyan videó legyen, hogy bemutatod az ajándékokat, amiket kaptál. Gratulálok az eredményedért, amit elértél. Köszi az aláírás. Miattosz. Bocs, hogy nem sokat színeztem. Köszi Léna. Köszönöm szépen. Következő. Daninak, tele van szívekkel, tök jó. Nézzük meg. Ebben van egy csodálatos rajz. De jó lett, gyerekek. De jó lett. Musical.ly. Jó lett, ugye? Tök jó. Igen. Nagyon ügyes vagy. Bogitól kaptuk. Köszönöm szépen, Bogi. Nagyon aranyos vagy. Várjál, ebben még van. Aztán ez is milyen jó, de ügyes, hogy köszönöm szépen mindenkinek, aki dolgozott ezzel. Kedves Dani, már régóta nézlek és nagyon tetszenek a videóid, már nagyon vártam, hogy találkozhassunk. Először egy kicsit izgultam, de az a lényeg, hogy találkozhatunk. Szerintem egy belevaló, aktív és kreatív ember vagy. Ja, és hozzátéve nagyon jók a Musical.ly videóid, én is Musical.ly-zok, de én nem vagyok olyan jó benne, mint te. Remélem még találkozhatunk, bocs a helyesírási hibákért. Köszönöm szépen Csontos Boginak, fantasztikus vagy, köszönöm. Nasz és akkor Dani. Az utolsó, az is Nasz Daninak lett címezve? Jó van. Jó van, akkor jó helyen van a boríték. Szeret szerelmes levél neked. De nem. Hú, azt a Páncsics Bianca is milyen szépen kidíszítette nekünk ezt az egészet. Fantasztikus.
Kedves Dani, már régóta nézlek és nagyon tetszenek a videóid. Mindig meg tudsz nevettetni, te vagy a második kedvenc vidisem. Akkor dolgozok azon, hogy az első legyek. Már nagyon-nagyon vártam, hogy egyszer talizzak veled, remélem örülsz az aimnak. Az öcséddel nagyon jó vagy, és mindig nagyon pozitív vagy, csak így tovább, musicalen is követlek. Bocsi, a csúnya írásért szépen írsz, Bianca, úgyhogy... Úgyhogy köszi szépen. Igen, itt van, hogy Daninak. Ákos most azért nem szerepelt a videóban, mert ő hittanórán van, és az Ádikával hoztunk nektek egy ilyen kis foci tanulós videót. Követhetitek majd, hogy hogy fejlődünk a fociba, mert igen, nagy focista leszel, ugye? Magyarul is focista. Ennyi, erről van szó, gyerekek, erről van szó. Kérlek szépen, lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett. Te mit csinálsz? Fáj a nyakad. Jó, megmasszírozom, jó? Hát dehogy kiroppanjon. Ja? És lesz további focis videó, jó? Igen. Gyerekek, jó. Köszönjük szépen!